Nagy szeretettel köszöntöm itt a József Attila Közösségi Házban a soron következő kiállítás megnyitónkon a jelenlévőket, polgármester urat, Madaras László barátomat. A mai napon egy olyan fotókiállítást nyitunk meg, aminek itt a művelődéséhez már komoly előzményei vannak. Madaras Lászlónak itt már ez a harmadik kiállítás, a szabadszálláson pedig a negyedik, hiszen már 2000-ben a Helyőség Klubban is volt egy kiállításod. Nálunk először 2003-ban volt kiállítás, a Dunaföldvári szigetről volt egy csodálatos anyag kiállítva, majd 2008-ban volt egy természetfotó kiállításod, és most itt ez a harmadik, illetve a szabadszálláson a negyedik, ez a szárnyjátékok című kiállítás. Tudom, hogy 1946-ban születtél Solton, tehát törzsökeres solti vagy, 1970-től Kecskeméten értél, egészen nyugdíjba vonulásodig, és hát gyerekkorod óta fotózom. 1977-ben volt az első önálló kiállításod, és ez a mostani, kimondani is borzasztó, 136. kiállítás. Én azt hiszem, hogy egyike vagy a leggyakrabban kiállító fotoművészeknek, legalábbis itt Bársaskanyarban, ami nem véletlen. Szeretjük a fotóidat. Én is örömmel nézegetem a kiállításaidat. Láttam máshol is, nem csak itt szabadszálláson, például legutóbb Hunadacson volt szerencsém megnyitni a kiállításodat. Nagyon tetszenek a képeid. De ez a mostani, ez annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy ez egyszerre dragudos, és egyszerre szép. Tehát én magam is fotózok kettőfelésből, és tudom azt, hogy milyen nehéz egy madarat elkapni, egyáltalán lefotózni. De hogy ez még szép is legyen, ez már szerintem egy különleges reflexet és különleges látásmódot igényel. Én azt gondolom, hogy ez nem egyszerűen tehetség kell, hanem ez borzasztó, szorgalmas, folyamatos fotózás. Úgy tudom, hogy a kiállításainak van egy célja is, hogy ismeretterjesztés szempontjából is megláttad a mai fiatalokkal a természet szépségeit, a madarakat, illetve a természetvédelemre is lenni oda figyelmet. De talán beszéljél erről te magad. Át is adom a szót. Hát köszöntöm a nézőket. Hát, hogy ismeretterjesztő az azért, mert a képek alá a madaraknak a neveik oda vannak írva. Vannak olyanok is, amit még én se tudtam, hogy mi az, de szakembertől megkérdeztem, és akkor, amikor a nézők ide bejönnek, akkor nézik, ez a fattyúszerkő. Fogadjuk, hogy alig hallott ezt a szót még valaki, és közben fattyúszerkő ott van, és gyakori madár, csak mindig azt hittük, hogy sirálynak egy fajtája. Aztán, tehát mint ismeretterjesztés, a másik pedig az, hogy az a célom, hogy ismertessük azokat a madarakat, mert most madárfotókról beszélünk, amelyek itt vannak körülöttünk. Ugyanis ezek a fotók Solt környékén 10 km-es körzeten belül készültek. Tehát én nem mentem el Afrikába, nem mentem el sehova, hanem amelyik madarak ott vannak körülöttünk. Most az, hogy én le tudom őket fényképezni, hát tényleg hordom magammal a fényképezőgépet, elém egy teleobjektíve dolgozom, de én nem ásom be magam és nem fekszek napokig, vagy nem etetek és akkor majd megvárom, míg rámegy, hanem én úgy hívom magamat, hogy vértelen vadász. Tehát a nagy teleobjektíve megyek és hopp, már is kaptam. Tehát én nem vagyok olyan, hogy órákig, napokig. Tehát nem úgy, mint a Máté Bence, aki beásta magát meg vízbe, derékig, meg égbe, fagyba, hanem ott vannak köztünk is. Észreveszem, és van egy jó technikám, meg gyors kezelésű gépen van, meg én is, és ezt el tudom kapni. Tehát az, amikor a fecske ejteti a fiát, úgy röpti be, tehát az anya az lesz szállat óta, csak a gyerek kapaszkodik, és belegyomja a szájába. Na most ezek a képek, amiket itt lehet látni, ezek mind kimondottan repülő. Röptében levő madarak, csalészálni játékok, mert van külön anyagom, amelyik az álló madarakat. Tehát nem repülnek, hanem állnak akárhol. És ami érdekesség ebből a 26 képből, egy, amelyik nincs élet, nincs repülés, és itt ezzel a képpel céloztam azt, hogy természetvédelem vagy madárvédelem. Majd a kamera megmutatja, hogy azt a képet azért tettem bele, hogy micsoda
félelmetes látvány, hogy egy gólya beleszorul a drónba. Ez most éppen véletlenszerű volt, de ezzel szeretném fölhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk rájuk, gyerekek is, felnőttek is, mert egyre jobban kihaló fényben vannak, nem vigyázunk rájuk, akkor lehet, hogy az unokáim már nem fogják ezeket a dolgokat megismerni. Hát köszönöm szépen, de én azért még beszélnék ezekről a képekről. Itt van mögöttem az a fotó, ahol a gólya itatja a fiút. Tehát én ilyen, ez életben sose láttam még ezt, hogy itatja a gólya a könyvét. Fantasztikus kép, nem tudom, hogy látszik a kamerában, hogy a gólya csőréből folyik a víz bele a gólya fiókának a csőrébe. Olyan pillanatokat veszel észre, amit mi egyszerűen nem látunk meg. Tehát erre mondtam azt, hogy neked van egy olyan éles látásod, hogy oda tudsz figyelni azokra a pillanatokra, ami fölött elsik hatunk. És ez lényegében a vadászat, tehát a vadászat is azt a pillanatot kell elkapni, amikor csak éppen én nem álltok nekik, hanem hasznokra várjuk, hogy megmutatom, hogy így néz ki egy fölrettelő. Ez az etetés ott is látszik a fecskét. Igen. Hát az fantasztikus, hogy röptibe eteti a fiókát. És belegyömöszölte a szájába a szitakötő. Fantasztikus. És több ilyen van, vagy ott az a réce, ahogy a felszáll a vízről, és van három csobbanás a víz tetején, látszik a vízcsepp, és már tudjuk azt, hogy a következő már nem éri el a vizet, akkor már a levegőben. Azért egy hármas ugrás megérne. Annyira bravúrosak ezek a képek, egyáltalán az, hogy észreveszed ezt a pillanatot, tehát látod, tudod, hogy mi fog történni. Igen. Szerintem, te ismered a madarakat. Vagyok azért, tehát én kint járok nagyon sok néhány horgászok, én a Dunaparton vagyok évente 100 alkalommal legalább, és én ott látom őket, és amikor a gépet kihozom magammal, akkor én már csak megörökítem azt, amit napokon keresztül látom. Hát ott van a kormorán, Károly katona magyarul, hát például azt számtalanszor láttam, hogy bukik le a víz alá. Mindig megígértem magamnak, hogy nem annak kihozom a fényképezőgépet, tehát a nagy teleobjektívet, amelyik hát 2,5-3 kilót, tehát addig külön kivittem, és elkaptam. És így született az, hogy a feje benne van már vízben, de még a feneke is benne van, tehát így és így bukik le. Tehát annyira ismertem őket már élő helyzetük, vagy amikor a fényképezőgéppel már csak nem tudtam örökíteni. Nekem nagyon tetszett, amikor berendeztük a kiállítást és leraktad a képeket. Valahogy automatikusan úgy válogattad össze a képeket, hogy színben harmonizálnak egymásra. Tehát ott látom a barna, meleg színű árnyalatú képeket, itt mögöttem látom a hideges színeket, közben ott van közétem ugye a napmementében, a madarak, ahol röpködnek. Tehát nagyon jó érzékkel rendezett be a kiállítást, és azt látom, hogy törekedsz valamiféle harmóniára a képekkel, és ez egy nagyon jó összeválogatottan, amit tényleg szépen lehet rendezni. De akár ez a négy kép is, amit van mellettünk, ez is nagyon jól mutatja azt, hogy milyen szépen lehet összeválogatni. Na most, ami trükk, ez egy kiállítós trükk, hogy mindegyik képnek van irány. Tehát merre néznek, merre mennek, mint a portrénál is, de itt a fotónál is, hogy arra repülnek, és ezt abba az irányba raktam föl, ahol majd a nézők fognak amúgy is. De ez igen, hát meg az, hogy 136. Igen. Hát én csak gratulálni tudok neked. És köszönöm, hogy és nagyon örök, hogy egy hónapon keresztül mi láthatjuk ezt a kiállítást, mert hogy őszinte legyek, nekünk ez a prémiumunk, akik itt dolgozunk, hogy mi egy szép környezetben vagyunk mindig, amikor egy-egy kiállítás lesz körülbelül neked. Ez különösen jó. Mi szeretném megköszönni neked, és tartási borral. Köszönöm, Jánosok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és amikor van is, akkor látok. Polgármester úr, ajándék a polgármester szépen. Köszönöm. Én is köszönöm, és gratulálok ehhez. Nagyon szépen.